Mai szeletelésünk tárgya a gázolajszűrő, amely nagyon fontos része a dízelautók üzemanyagrendszerének. Annyit csinál, hogy a gázolajban megtalálható esetleges mechanikai szennyeződéseket kiszűri, illetve itt a kritikus kérdés még a víz, ami a tankban lecsapódott, vagy a szállítás során az üzemanyagba került, az alul leereszti. Egy autóban nagyon sok szűrő van, ezeknek a cseréjének az elhanyagolása komoly problémákhoz vezethet. Mi történik, hogyha nem cserélünk időben üzemanyagszűrőt? Velem a legmeredekebb dolog, ami történt, az, hogy már annyira tele volt vízzel a gázolajszűrő, hogy egy hideg hófúvásos időszakban egy dízel pick-upban belefagyott, és onnantól kezdve nem bírt üzemanyagot kapni a motor, és megállt. De azért ez egy extrém véglet. Hát elég extrém, de amikor hófúvás van, azért nem olyan jó megállni. Igen. Azt mondják az álmos könyv szerint, hogy nem szerencsés. Vágjunk bele! Tamás, ismerős? Igen. Ez a kedves alkatrész az, amiért egy prágai út után Mosó-Magyaróvárról trélerrel jöttem haza, félve attól, mert ugye az én több mint 300 ezeret futott V70-ből való. Semmi más, ugye, ami pont ezekben a szűrőkben a lényeg, hogy cseréljük időben. Ez meg is történt, csak nem volt közbevéve egy prágai út, amit tudjuk, hogy az összes szmötyit felrázta a tank aljáról. De ezzel megúsztunk. Ja, ez a betonos autópálya. Igen, igen. Rossz minőségű volt az út, rázkódott a tank, följött az üledék és megállt a szűrő. Igen, és én elkövettem még azt a hibát, amit szerintem tökre nem jó, egy idősebb autó, főleg egy ilyen úton, hogy úgy voltam rá, egy tankkal megjárjuk, és negyed alatt volt már az üzemanyag. Szeretnénk róla egy függőleges és egy vízszintes metszetet. Jó, melyikkel kezdjünk? Szóval a függőleges. Hosszába, hosszába. Így szépen? Ah, próbáljuk jó. Meg. Nézzük. Ez az igazi sikerélmény, keletkezett egy tankönyvi metszetünk, ráadásul egy olyan alkatrészről, ami préseléssel és hegesztéssel zárt, tehát máshogy nem tudnánk belenézni. Így ez van. Fantasztikus. Remekül látszik, ugye itt van a kis gumitömítés, azt is sikerült jól keresztülvágni, itt a csatlakozó menet, itt a járatok, és hát a szűrőpapír, amely egy harmonikába hajtogatott bizonyos szemcseméretig szűrő. Ezeket a tartályokat úgy alakítják ki, hogy itt alul hagynak némi térfogatot, hogy összegyűlhessen a szennyeződés, ami már nem juthat el vagy az adagolóhoz, vagy a nagy nyomású rendszerhez, ugye egyiknek sem tesz jót. Mondjuk ki víz például. És ez a szűrő nem is azért állt le, mert itt lent feltelt, hiszen ezt egy menetes szeleppel le lehet engedni, hanem azért, mert jól látszik, hogy a redők már annyi szennyeződést kötöttek meg, hogy egyszerűen nem tudott elég üzemanyagot szállítani a motorba. Ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, és kommenteljétek be, hogy miket vágjunk ketté. Lehetőleg ne titánból legyen.